Tiszteletel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Jó hírem van, tartsanak velünk a következő műsorban mindenképpen, hiszen szenzációs programokról lesz szó, de már az jó hír, hogyha azt mondjuk, hogy programokról lesz szó. A következőkben olyan eseményekre hívjuk majd fel a figyelmet, amelyek a tánchoz köthetők. A stúdióban szeretettel köszöntöm vendégeinket az Alba Régia Tánc Egyesület képviseletében, Majoros Róbert művészeti vezetőt. Köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm a meghívást. És itt van testvére, Majoros Andor, művészeti menedzser, a Királyi Napok Folklor Fesztivál igazgatója. Köszöntelek téged is. Köszöntjük, és köszöntjük a tisztelt nézőket. Nem bírok visszafogni magam. Annyira örülök, hogy itt vagytok. Nagy dolog, hogy találkozhatunk, és nagy örömmel látom, hogy teljesen jól vagytok, kipihentek. Ti nem hisztatok bele a otthon létbe és a pandémiába. Hát csak épp mondom, de... Csak csíkosas lankosít. Te gondolom, mozogtál is rendesen. Hát, pont, hogy mondtad, hogy olyan kipihennek tűnünk, ez így belülről azért máshogy néz ki. Mi most jöttünk haza egy edzőtáborból az együttessel, úgyhogy örülünk, hogy ilyen kívülről így tűnünk, de belülről nyilván egy nagyon jó kis 3-4 napon vagyunk túl, de hát pihennek nem mondhatjuk magunkat azért. Tehát, hogy keményen belekezdtetek akkor, ha mindjárt edzőtábor. Egy picit nézzünk vissza, mi történt az elmúlt másfél évben? Hát ugye átcsusszantunk a pandémiából, ugye elkezdődött végre a tavalyi nyári fellélegződés után, mind az együttes életébe, mind a művészeti iskola életébe, te meg a táncház programjaiba az újraéledés. Iskola indult, próbák, az új műsornak állt neki az együttes, havi táncházaink egészen októberig beindultak, és akkor novemberben pedig újra lecsukódott a sorompó, ami sajnos sokkal tovább tartott, mint a tavalyi. Úgyhogy ez nagyon mélyen érintette a néptáncos szakmát, meg az egész kulturális szférát, így az együttest is. Szerencsére a művészeti iskola az ameddig törvényadta lehetőségek szerint tudott működni, mint az általános iskola az oktatási intézményekhez hasonlóan, az működött, de aztán ott is volt egy 2 hónap leállás, és május 10-én térhetett vissza a táncházba is az aktív élet. De mellette az Egyesület mindennapos munkái, pályázatok írása, pályázatok elszámolása, tervezgetés, ez folyamatosan ment, sőt, lehetőségünk volt a táncház épületén belül olyan felújításokat megcsinálni, akusztikai fejlesztést, ami ha nyüzsgött volna táncosokkal, az nem lehetett volna megvalósítani ezeket, úgyhogy mi ebből a rosszból kihoztuk azt, amit pozitívum. Online oktatás az elképzelhető néptáncban? Elképzelhető, mert az volt, de hogy mennyire hatásos meg, meddig lehet ezt csinálni, az már egy nagy kérdőjel. Nagyon örültünk, hogy május 10-én ez így megszűnt, és tényleg tudtuk, hogy nagyon kevés időnk lesz, de és tömény lesz ez a másfél hónap, ami fél évet kellett hirtelen bepótolnunk. De nagyon jól ment, én azt gondolom. Tehát így látjuk már az alagút végét, nem sokára az Araminak lesz az évvégi bemutatója, úgyhogy ez is egy hatalmas dolog, hogy ennyi kihagyás után mégis egy ugyanolyan műsorra, egy bemutatóval tudunk a szülők előtt, és nem csak a szülők, hanem az érdeklődők előtt egy jó kis műsorral be tudunk mutatkozni. Illetve hát ugyanez, hogy fél éves kihagyást kellett hirtelen nekünk egy-másfél hónap alatt az együttessel bepótolni. Ezért is volt az, hogy egy 3-4 napra elmentünk Balatonszemesre egy olyan táncos hely, egy olyan táncra alkalmas táborba, ahol igazából azon kívül, hogy rengeteget dolgoztunk, tehát hogy itt délelőtt, délután estébe nyúló próbák voltak, viszont a közösségnek meg a táncegyüttesnek a közösségi élete is újraindulhatott, úgyhogy nagyon azért minden szempontból jól sikerült ez a 4 nap. Azért a visszatekintéshez hozzátartozik, hogy január, tehát az év elejét volt szerencsénk részt venni abban a fantasztikus összművészeti megemlékezésben január 22-én a Magyar Kultúra napja alkalmán volt, amit Szikora János rendező úr, illetve a Fehérvári Balettszínháztól elkezdve Vörös Marti Színház, Alba Régia Táncegyüttes és a Szimfonikus Zenekar egy nagyon izgalmas, különböző helyszínű megmutatkozással, egy félórás összeállítással, és természetesen a Médiacentrum
felvételével, támogatásával közösen meg tudtunk emlékezni a városi televízión, és az nekünk táncosoknak is jól esett, hogy végre történt valami, igaz, hogy minibe, meg maszk, meg minden, de mégiscsak ez jól esett nekünk. Együtt maradt a csapat? Tehát nem morzsolódtak le a pandémia miatt táncosok? Én most így visszatekintve azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Tehát, hogy voltak közülünk is nyilván, akik elkaptuk ezt a vírust, ez azért mindenkit megviselt. De én azt gondolom, hogy pont ez a május 10-ére történő nyitás, mindenki annyira már jól volt, és vagy túlesett rajta, vagy már oltással rendelkeztünk, hogy abszolút ilyen, én azt érzem, hogy ilyen teljes csapattal és ilyen teljes erőbedobással újra el tudtuk kezdeni az évet. Úgyhogy hát nem kellett sokat újra gondolkodni, hogy hogyan kell egy 4 napos táborba az estéket szórakozással eltölteni, tehát az a rész is nagyon szépen megmaradt, illetve hát nagyon jó volt látni, hogy ő is elmentünk a művészeti munkatársainkkal, azt beszéltük, hogy jussunk el valameddig ebbe a tervezett műsorba, és már az egy nagyon jó dolog, de hát odáig jutottunk, hogy teljesen készre az utolsó kis apró átkötésig meg tudtuk nézni, úgyhogy tényleg nagyon jól tudtunk haladni. Készült új koreográfia? Igen, tehát ez a műsor, most nem tudom mennyire megyünk sorrendbe, időrendi sorrendbe, de amire most nagyon készül az együttes, az augusztus 14-ére egy új műsora az együttesnek, aminek az Essencia címet adtuk. Nyilván új koreográfiák is készülnek, de ez a cím, ez számomra most már, főleg így láttuk egészben ezt a műsort, ez abszolút a régi, jó sikerült koreográfiáinknak azokat a fontosabb és erősebb részeit kiemelve, egy kicsit átvariálva, átszerkesztve, egy folyamatosan egy 70 perces szerkesztett műsor lett belőle, amit a Galiba zenekaron kívül a Zsikó Zsuzsi énekével fogjuk, úgy érzem, hogy nagyon szépen megvalósítani, átkötve hangulatába és egy kicsit a különböző dinamikákat megvalósítva, úgyhogy erre készülünk most. Tánclépések is jobbra, balra, előre, hátra, úgyhogy szerintem a sorrenddel is mehetünk a tánclépések szerint, igen. Mert hogy még volt egy áprilisi történet is. Áprilisi történet a tánc világnapjára van megemlékezés? Igen. Hát hál' Isten van az archívumunkban annyi rendelkezésre álló jó minőségű anyag, amiből Robi szintén összerakott egy nagyon tömény, velős, de nagyon megérintő, megható történetet, és ezzel emlékeztünk mi albások meg a tánc világnapjáról, és mert valakik bevonultak stúdióba, és ott élőbe táncoltak, de ez ebbe az időpontban, meg állapotban azt hiszem, hogy ez kivitelezhetetlen volt. Viszont ugyanazt, amit Robi elmondott, hogy telemorzsolódás felnőtteknél, ugyanazt én el tudom mondani az ifjú táncosok, a gyerekcsoportok, a művészeti iskolások esetében is, hogy alig várták, főleg a szüleik, hogy újra kimozduljanak a punyadságból. Minimális volt egy-két táncosunk, aki a Covid miatt, vagy az ettől való veszélyeztetettség miatt nem jött, de örömmel tudjuk magunk mögött, illetve magunk előtt a 19-én megrendezésre került műsorunkat, ugye, ami a szokásos évvégi műsor volt, a szárazéti közösségi térben, a Folk Majális, vagy illetve Folk Juninális keretében, ahol nagy sikerrel mutatkozott be a Alba Régi Alapfokú Művészeti Iskola több gyerekcsoportja 2 előadásban, és nagy szülői sikerrel. Nagyon büszkék vagyunk az Alba Régi a Táncegyüttes utánpótlás csapataira, hiszen több is van. Lesz-e tábor gyerekeknek nyáron? Így van. Az együttes kitaposta ugye az elmúlt hétvégeken azt a táborhelyszínt Balatonszemesen, ahova majd július 10 és 15 között mintegy 80? Igen. 80 gyerek jött össze több korosztályba, és ez fantasztikus, hogy ugye amíg évközben ezek a csoportok, a különböző korosztály így egymást váltogatják a próbaterembe, öltözőbe, de amúgy
közösen csak akár egy ilyen évzáró műsoron találkoznak, vagy egy karácsonyi műsoron, itt összekovácsolódhat ez az ifjú műhely, és ők is megtanulják, hogy mi az, hogy albarégiás közösség. És akkor még mindig népszerű ezek szerint a fiatalok között. Hogyne. Azért nem vagyok benne biztos, hogy minden város dicsekedhet arról, hogy egy ilyen táborban 80 gyerek tud elmenni. Ami néptáncról szól. Azt kell, hogy mondjuk, hogy hála Istennek ezek a tánctáborok, akár országban bármelyik pontján nézzük, ez mindig egy felkapott és nagy létszámmal működő dolog. Úgyhogy ennek mi nagyon örülünk, hogy nem csak a miénk az, ami jól működik, mert az, ha ez az ország különböző pontjain is jól működik, akkor erősíti ezt az egész országos szervezetet. Úgyhogy jó sok gyerek van, aki nyáron, főleg a szülők nagy örömére egy kicsit elmegy egy hétre, és akkor szülők is fellélegezhetnek, úgyhogy ez mindenkinek jó azért. Muszáj beszélnünk szerintem most már augusztusról, hiszen ezt várjuk a legtöbben, akkor láthatunk majd a legtöbben titeket végül is. Ez a fesztivál más lesz, mint a hagyományos, és más lesz, mint a tavalyi. Hát mindenképpen a pandémia miatt idén sem tudtunk nemzetközi csoportokat fogadni, tehát az a 2020-ra tervezett jubileumi 25. nemzetközi néptánc fesztivál az most megint csúszik, remélhetőleg 22 nyarán most már visszatér, tehát a nemzetközi helyzet nem fog fokozódni. Igen. Viszont mindenképpen idén is szeretnénk nem fesztivál, meg nem rendezvény nélkül hagyni a lelkes közönségünket. Tavaly Királynyi napok néven szerintem egy nagyon sikeres és tömény, tartalmas művészeti programot biztosítottunk, csak hát ugye a táncházban helyhiány nem mindenki láthatta. Most viszont egy nappal több, öt napossá lesz, és Királynapok Folk Fesztivál nevet adtuk neki. Nyilván a néptánc is súlyosan helyet kap, de inkább próbáltunk egy kicsit így a világzene műfajához, a családi népművészeti előadásokhoz kapcsolódóan bővíteni, hogy mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelő programot. Szinte az öt nap minden estén lesz egy fantasztikus világzenei nagy koncert a Táncház udvarán, és reméljük, hogy hasonló látogatottsággal, mint ami tavaly volt. Ezt azért majd részletezzük mindjárt, de előttem van egy kép, egy fotót láttam, 2021-es fotó, ugye amikor már kiderült, hogy lesz királyi napok, hiszen áprilisban még izgatottan vártuk, hogy lehet-e bármi ilyesmi, és aztán kiderült, hogy lesz-e, és láttam ezt a társaságot együtt a balettosokkal, együtt a szimfonikus zenekarral, egy asztalnál készülni valamire. Lesz megnyitó, amiben benne vagytok? Igen, lesz 13-a az egész királyi napoknak a megnyitója. Tehát a városi szokásos 10 napos. És Matusz János rendezésébe egy nyitóra készülünk a Balettszínházzal, az Albarégia Táncegyüttessel és cirkuszi művészekkel karöltve. Úgyhogy igen, amit láttál fotót, az első ilyen megbeszélésünk volt szerintem. Úgyhogy ez 13-án 8:30-tól kerül megrendezésre a szokásos helyszínen az Ország Alma körül fölött felállított szabadtéri színpadon. Úgyhogy hát János megálmodott most egy szép kerekívű történetet. Nem akarom én lelőni a poént, mert biztos, hogy fog ő erről beszélni, de hát lesz dolgunk nekünk is, a Balettszínháznak is, meg mindenki, minden fellépőnek, mert nem egy korszaknak, hanem egy sokkal tágabb időszaknak a eseményeit próbáljuk bemutatni. Úgyhogy azon kívül, hogy mi 14-én ugye a mi saját műsorunkkal kell, hogy készüljünk, előző nap 13-án lesz ez a műsor is, úgyhogy nekünk ez az augusztus eleje, ez ilyen párhuzamosan két műsort kell teljesen összepróbálni, megvalósítani, úgyhogy szép nagy feladatunk lesz. Mi nézők nem bánjuk, tehát én nem tudom elfelejteni. Én sem panaszkodom, csak nyilván ez egy, főleg a táncosok miatt is, meg miattunk is egy jó kis tervezést igényel, hogy ezt bírjuk is,
meg ne ütközzön semmivel, és tényleg elkészüljünk addigra, ameddigre kell. Amellett így kívülről nézni szenzációs, hogy dolgoznak össze Székesfehérvár művészeti csapatai, elképesztő, de nekem például örök emlék marad, és többen beszélnek még róla, az a megnyitó, amikor először volt az, hogy néptánc és a balettszínház, és ahogy egymással szemben ott álltatok, és ahogy ez keveredett, elképesztő jó, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jóra számíthatunk. Térjünk rá akkor a Folk Fesztiválra. Ami érdekes, hogy világzenét emlegetsz, mit értsünk ez alatt, mire készüljünk? Hát számomra azok a népzenei alapokon, motivumokon nyugvó, de mégis a mai fiatalságot megszólító, korszerű, trendi, buli muzsika, amikor majd a neveket elmondom, akkor úgy szerintem helyére kerül mindenkinek, és nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, de rengetegszer nézzük a M2 Petőfi, az Akusztik, az A38-at, és ott bizony egy-egy ilyen nagyon jó hangulatú és nívós együttest így elcsipünk, fölírjuk, és akkor közösen megbeszéljük, hogy na, ő hozzá mit szólna a közönség is, mert mi ketten úgy gondoljuk, hogy az jó lesz, akkor az a közönségnek is jó lesz. Folytatnám ugye a 13-ai fúziós megnyitót, 8:30, utána nem ér véget az első nap, hanem várjuk szeretettel a közönséget a táncházba, a Gipó Cirkusz nevű formáció, funk, rock, de népzenén alapuló, fantasztikus, fiatalos, lendületű muzsika. Nagyon megfogott, amikor rájuk bukkantam, és ők örömmel elvállalták. Aztán következő nap Racka Jam, Ferenci Gyurival ismét ellátogat hozzánk, ők is a pandémia alatt új albumot hoztak létre, ennek lesz egy bemutatója, de azért a Csárda Funkhoz is visszanyúlnak, a Góbé zenekart sikerült újra ide varázsolni, az apropója pedig az, hogy Várai Áron, a másfél éve ő lett az új énekes, talán ő pedig a Mi Kutyán Kölyke, az Alba Régi a Galiba zenekarba szokott muzsikálni, sőt táncolt sokáig az együttesbe, illetve egy szuper, a magyar Roma Gypsy King, a Romano Drom nevű formáció is lesz az egyik este, az utolsó este a Kokoloko, és egy igazán kuriózum, nagyszerű projekt, az pedig nem más, mint a Puszták Népe Front zenekar bemutatkozó koncertje. Én azt hiszem, hogy ez az a zenekar, amelyben téged láttalak énekelni? Erről Robi a megalkotója. Egy videót imádtam én kapom fel a fejemre rögtön. Nem, a Bandi nem énekelt abban, a Bandi gitározott abban. Nem, ez elindult még 2018-ban, amikor elkezdtünk pávázni a döntők döntőjébe, és akkor volt egy ilyen igény, hogy akkor már Facebookon, közösségi oldalakon azért kellett hirdetni magunkat, amihez nekünk így volt is ötletünk, meg volt is kedvünk, és születtek nagyon jó dolgok, és akkor például visszanyúltunk egy 94-es előszilveszteri műsorunkra, ahol feldolgoztunk egy számot, és azt mi bevonultunk a Cserta Balázsék stúdiójába, és akkor azt felvettük, közben a Cserta Gábor ott videózott, és akkor egy ilyen abszolút ilyen műhely munka, vagy ilyen nem varkárt szakkörből, egyszer csak valami, én úgy érzem, hogy egy jó dolog született, és nagyon sok ilyen visszajelzést is kaptunk. És akkor ennek alapján rá egy évre, vagy másfél évre tavaly megcsináltuk egy következő feldolgozásunkat, ez a Kártágó zenekarnak az a Apáink Ez Kutyán a tánc címe. Világnapja. Igen, tehát hogy volt már két olyan számunk, aminek már videóklipje volt, és kaptunk sok olyan visszajelzést, hogy jó ez, amit csináltunk. És akkor ez alapján arra gondoltunk, hogy ha már van két számunk, akkor miért nem lehetne 3, 4, 5, 6, 7, 8, vagy akár egy koncertet is, mi lenne, ha összehoznánk, és ehhez hozzájárult az, hogy az együttesnek, az egyesületnek lett egy gyönyörűséges, akusztikailag is felújított koncertterme. Tehát, hogy így minden így összejött. És elkezdtünk próbálni. Ez egy olyan érdekes projekt, hogy a Galiba zenekar tagjai vannak benne, illetve az Alba Régia tánc együttes tagjai vannak benne, de nem mint táncosok, hanem vagy mint énekesek, vagy mint zenészek,
És egy úgy érezzük, hogy valami olyat tudtunk így alkotni, ami nem újdonság, tehát nyilván nagyon sokan nyúlnak ehhez, hogy vagy népzenét feldolgoznak modern zenei, rockzenei alapokra, vagy fordítva. Mi úgy érezzük, hogy valamilyen szinten újat tudunk nyújtani, de itt inkább az az erőssége, hogy megint az Alba régiából lett valami. Úgyhogy ennek lesz a koncertje, a bemutató koncertje 17. Azért ehhez az előéletéhez nagyban hozzájárult, hogy 2006 vagy 7 környékén szintén Robi projektje és a Galiba zenekarral, Szabó Kálmánnal, Glazuval egy Galiba crossover koncert került. Volt olyan. Igen, a Művészetek Művészeti Fesztivál, ugye, tavasszal, Kortárs Művészeti Fesztivál, két előadást is megért a Pelikán teremben, majd a Csíkzenekar előzenekara lettünk, ugye én hívtam a Csíkzenekart egy koncertre, és nagyon érdekes, hogy... Úgy lettünk az előzenekarra, hogy mi mondtuk, hogy mi előttük fogunk játszani. Tehát igen, ők kérték, hogy mi előzenekarra. Igen, és ők még akkor bontogatták ezeket a fúziós dolgokat, és nagy öröm, hogy néhány számukba visszaköszön egy-két dolog. De ez szerintünk. Szerintünk, de nagy büszkeséggel tölt el, mindig elmondhatjuk, hogy mi a Csíkzenekar előzenekara voltunk, és ezt a vonalat gondoltuk most újra, és szerintem egy nagyon fantasztikus próba, műhely munka. Most már csak rendbe kell rakni a dolgokat, hogy augusztus 17-én, igen, a Kokolókó előtt ezt be tudjuk mutatni ezt a műsort. Ez úgy tűnhet, mintha csak egy zenei fesztivál lenne a miénk, de a folklórban igenis a néptánc és a tánc az nagyon, nagyon központi szerepet fog betölteni. Ugye 14-én már említett Essencia című műsorra lesz az együttesnek, ez egy új műsor, két előadással fogunk bemutatkozni ezen a napon. Utána a Művészeti Iskolának, az Araminak is lesz egy bemutatója, és ami még egy érdekes program, egy újítás, én úgy gondolom, hogy az idei Táncművészeti Egyetemnek a mesterképző szaka is be fog mutatkozni. Hogy ez hogy jött ide, erről csak azt kell tudni, hogy az együttesből többen is ebbe a pandémiás időszakban úgy éreztük, hogy most vagy soha, most fogunk tudni elvégezni még egy évet a Táncművészeti Egyetemen a mesterképző szakot, és hála Istennek nagyon sokan így gondolták az országban, és egy rettentően jó, válogatott jó csapat és osztály jött össze az ország különböző területéről, akikkel általában a fesztiválokon amúgy is találkozunk, de most mint osztály közösség alkotunk egy új közösséget, és arra gondoltam, hogy ezen a fesztiválon mi lenne, ha ezt a csapatot elhívnánk, és mindenki a saját vidéke táncából szinte egy szóló táncfesztiválnak a gála műsorához hasonlóan egy szerkesztett műsort bemutatnánk. És hát azon kívül, hogy mindenki imád táncolni, nyilván az, hogy egy osztály, mint egy osztálytalálkozó összejöhet, azért ez egy utolsó szempont. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy különleges új elem ennek a program címe Mesterkurzus, vagy Best of Néptánc pedagógusok, és akkor tovább fűzném a táncos programokat. Meghívtuk a Bahorka Társulatot, a Sündi ifjabb Csorsi Sándor zenekar, illetve Balog Melinda, Kassai Lili, három csodálatos hangú és táncos képességű hölgy egy családi, interaktív, népzene és néptáncos programmal közreműködik, illetve azért kimerészkedünk újra a városba, és egy alkalommal a Szette Vette zenekar egy kis királyi gyermek játszót azért tart kint a városba, de ilyen lesz a táncházban is. És 22. És a legfontosabb, hogy a belvárosban, ha minden úgy alakul járványügyileg, törvényileg, akkor az Icsi színpad 22-én délutántól esti óráig az Alba Régia nagy családjának, így a gyerekcsoportjainknak, művészetiskola, a felnőtt csoport, illetve a szenior csoport gála műsorával idézik meg a régi megszokott, jó hangulatú néptánc fesztivált. Elképesztő program. Most az jutott eszembe, hogy ugye egy picit síránkoztunk, hogy nem lehet nemzetközi. Nem baj. Ez most így nem baj, ahogy van, szerintem.
Reméljük, hogy mindenki így kihozzuk fogja belőle a legjobbat. Nagyon sok minden lesz még az évben, amiről nem tudtunk beszélni, de nagy örömömre most már újra rendszeresen találkozhatunk, és tájékoztatjuk majd az érdeklődőket a programokról. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Majoros Róbert és Majoros Andor volt a vendégünk. Köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!